2017. január 9-én a Hír 30 stábja az Evangélikus Szabad Egyetemre látogatott el. Luther végrendelete. Azt mondtam, hogy ez az áhít a címe, és most mégsem ezt a végrendeletet szeretném hangsúlyozni, hanem Luthernek egy egészen más teológiai, szellemi végrendeletét. Mert szép-szép dolog, hogy ő a vagyonáról rendelkezik, birtokról, házról, ékszerekről, de még fontosabb, hogy teológiai irataiban ránk örökségül hagy olyan üzenetet, olyan feladatot az Istennel és az emberekkel kapcsolatban, amik valóban köteleznek bennünket. Röviden négy ilyen teológiai végrendeletre szeretnék utalni, amelyeket ő nem szánt teológiai végrendeletnek, de mi annak tekinthetjük. Kezdjük a legelején, 1517. október 31-én, ami persze nem a legeleje volt a dolognak, hiszen ezt megelőzte már Luther szellemi fejlődésének megadja állomása, de ekkor ugye a 95 tétellel valami radikálisan új kezdődött. Szoktuk ennek a tételnek az elejét olvasni, amely a megtérésre szóló felhívás, szoktuk azt is idézni, hogy az egyház igazi kincse az evangélium. Én most a közepéből választottam ki 3-4 összefüggő tételt, és azokat szinte kommentár nélkül felolvasom, de azt kérem, hogy hallgassuk úgy 2017 elején, mint Luther végrendeletét. Arra kell tanítani a keresztényeket, ez a 42. tételtől van, a következő négy együtt, arra kell tanítani a keresztényeket, hogy a pápa véleménye szerint a búcsúvásárlás semmilyen tekintetben nem állítható egy sorba az irgalmasság cselekedeteivel. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy jobb dolgot tesz, aki a szegénynek ad, vagy a rászorulónak kölcsönöz, mint hogyha búcsút vásárol. Ugyanis a szeretet cselekedete által nő a szeretet és javul az ember, de a búcsú által nem lesz jobb, csak a bűnhődéstől mentesebb. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy aki látja a rászorulót, és azt elhanyagolva búcsúra költ, az nem a pápa elengedését szerzi meg, hanem Isten rosszallását. Szinte kommentár nélkül azt ígértem, egyetlen egy mondat, vannak olyan élethelyzetek, ahol választani kell a még oly vallásosnak tűnő cselekedet, és az irgalmasság cselekedete között. Jézus többször választott, többször került ilyen alternatíva elé, íme Luther is, és mindig vezérlő elvünk az irgalmasság kell, hogy legyen. A második teológiai végrendelethez 5 évet ugrunk, 1522. márciusában vagyunk, csak 4,5 évet ugrottunk, amikor is Luther a híres invokávit prédikációit tartja. Az alapvető helyzet az, hogy Luther Warburg várában arról értesül, hogy Wittenbergben nagy ribillió támad, sokan visszaélve annak a szabadságnak a tanításával, amit ő képvisel, fellázadnak a jórend ellen, törni, zúzni kezdenek, egyéni ambíciók is vezetik őket, ezek a képrombolók, a rajongók, és Luther ahelyett, hogy saját biztonságát védené, saját életét próbálná megmenteni, lóra pattan, azt hiszem legalábbis lóra pattan, elvágtat Wittenbergbe, és ott rendet tesz. Nem karddal, nem fegyelemmel, nem parancsszóval, hanem az evangélium erejével. Fölmegy a wittenbergi szószékre, március 9-én, és 8 napon keresztül szinte le sem jön onnan, 8 napon át tartja az invokávit prédikációit. Ezekből egy mondatot vagy két mondatot idézek. Ugyanúgy kell tenni testvérünkkel is, türelmet gyakorolni vele egy ideig, eltűrni gyengeségeit és segíteni neki azokat elhordozni. Nem egyedül vagyunk hivatottak a mennybe jutni, hanem azokkal a testvéreinkkel is, azokat a testvéreinket is magunkkal kell vinnünk, akiket most nem tartunk barátainknak. Nem egyedül vagyunk hivatottak a mennybe jutni. Luther így prédikál, szeretné az üdvösséget, de azt szeretné, hogy ott az üdvösségben mások is ott legyenek vele, igen, még az ellenzéke, az ellenségei, a rosszakarói, az ellenfelei, együtt kell nekünk a mennybe jutni. Ez is, azt hiszem, 2017-re vonatkozóan, és a következő évre vonatkozóan egyházi és
társadalmi helyzetünket tekintve Luther végrendeletének mondható. Fabini Tamás püspök, az esemény házigazdája, ezúttal dr. Csepregi Zoltán egyháztörténészt, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanszékvezetőjét hívta el, hogy a reformációi emlékév kapcsán Luther Mártonról tartson egy előadást. Mivel támasztaná alá tulajdonképpen az előadásának a címét, az, hogy Luther a kortársunk lehet vagy tud lenni? Feltűnő, hogy ez a mostani évforduló egészen máshogy néz Lutherre, tehát összehasonlítva a korábbi évfordulókkal, leginkább 1917-tel vagy 1983-mal a születésnek az 500. évfordulójával, sokkal inkább az emberi vonásokat hangsúlyozzák ki Lutherben. Ez látszik az ábrázolásokban is, gondolhatunk a Luther rajzfilmre, vagy pedig ezekre a kisműanyag figurákra, amelyek elárasztják Európát, már Magyarországra is jutott belőlük. Tehát nem 5 méter magas kőszobrokat állítanak, hanem fél méteres műanyag figurákat. Illetve az életrajzok is nagyon koncentrálnak Luthernek az emberi vonásaira. A legbeszédesebb példa erre, hogy tavaly jelent meg egy könyv Lutherről, aminek egyszerűen az a cím, hogy Luther teste. Luther's body. Önnek egyháztörténészként, vagy akár egyszerű emberként is, mi az, ami a leginkább megkapó Luther személyével kapcsolatban? Mit emelne ki? Leginkább engem Luthernek a nyelve, tehát hogy milyen zseniálisan bánta nyelvvel. Tehát az közhely, hogy a német irodalmi nyelv megalkotója, igaz, de tényleg ez egy elcsépelt közhely, de hogyha megnézzük, hogy milyen zseniális módon tudta kifejezni magát, akkor azt is megértjük, hogy annak, hogy olyan rövid idő alatt, olyan széles körben hatást tudott kifejteni, elsősorban nyelvi okai voltak. Úgy tudott a szóval bánni, ahogy a kortársai közül senki sem. Dr. Csepregi Zoltán elmondta, az elmúlt időszakhoz képest a jelen Luther felfogása lassan, de biztosan változik. Minden, amit a vendégelőadó Luther fennmaradt levelezései alapján felvázolt, ezt az állítást támasztotta alá, azzal, hogy a reformátor emberi, szenvedő oldalát villantotta fel hallgatósága előtt újra meg újra. Az a Luther, amit most ábrázolnak, az sokkal közelebb van hozzánk, sokkal szerethetőbb. Ugyanez a benyomásom, hogyha az életrajzokat olvasom. Tehát még az 1983-as évfordulóra jelent meg Martin Brechtnek a háromkötetes monumentális Luther életrajza. Ehhez képest tavaly 3 olyan Luther életrajz, tehát meg 23 jelent meg, vagy 33, abból 3 olyan, ami kifejezetten Luthernek az emberi vonásaira koncentrál. Ezek közül az egyik azt a nemes címet viseli, hogy Luther teste, Luther's body. Tehát 1521. Az esemény ugye az, hogy birodalmi gyűlés van, megidézik Luthert, elutazik Wittenbergből Wormsba, ami egy 2 hetes út, szekéren utazik, szerzetesek nem lovagolnak, tehát ő általában szekéren utazott, majd mindjárt beszélünk, vagy szó lesz arról, hogy mikor kell lóhátra ülnie, ami a ló számára is, meg az ő számára is új tapasztalat és feledhetetlen élet. Hát nem volt boldog, amikor Wormsba kellett mennie. Stresszes volt, tele volt félelemmel, ugye ez egy nagyon nyitott játszma volt, nem látta még előre senki, hogy hogyan, mi lesz a lefolyása. Útközben is mindenféle testi bajra panaszkodik, hát alapvetően nem viselte jól az utazást, a helyváltoztatást, a levegőváltoztatást, tehát ez önmagában ez számára egy stresszes helyzet volt, de különösen, hogy a császár színe előtt kell megállnia különösen. Megvolt a jelenése Wormsban, 2 felvonásban, a második felvonásban közölte, hogy nem von vissza semmit, és akkor elmondta a nagy monológiát, utána a hívei már kezdik szervezni az ő visszavonulását, és ugye menlevele van, el kell indulnia, mielőtt lejár a menlevélnek az érvénye,
és útközben állarcos lovasok elrabolják, és lóra ültetik, életében először, sarkantyú, meg nadrág, meg egyéb felszerelés nélkül, ugye csuhába járt, mint szerzetes, 2 órát hurcolják árkombokron keresztül, és így jut el Wartburg várába, ahol teljesen el van zárva a külvilágtól, ugyan vannak katonák, de ő a katonákkal sem érintkezhet, egyetlen ember van, akivel beszélhet, ez a várnagy, vele együtt étkezik, és rajta keresztül tartja, amennyire tarthatja a külvilággal a kapcsolatot, mert hetekig még a levelezést is megtiltják számára. És tényleg hónapokig senki nem tudja egész Németországban, hogy hol van, éle, hale. Még Bölcs Frigyes választófejedelem sem tudja, aki az egész szöktetést megszervezte, mert ő úgy intézte, hogy neki sem mondják meg, hogy hol van ez a biztonságos tartózkodási hely. Hogyha véletlenül megeskednék, akkor nyugodt lelkiismerettel tehessen esküt arra, hogy ő nem tudja, hol van Luther. És tényleg nem is tudta. Na és hónapokon keresztül senki sem. De teljesen el van vágva külvilágtól, ez egy nagyon hirtelen fordulat. Ugye Wormsban az egész birodalom figyelme központjában áll, ő amúgy is szeret szerepelni, prédikálni, előadni, vitákon részt venni, tehát egy nagyon a külvilág felé nagyon nyitott ember Luther. Ez a majdnem magánzárka-szerű bezártság, ez rettentően nyomasztja. Amikor megindul a levelezés, akkor az első leveleiben szinte egyetlen téma van, vagy van egy fő téma. Még annyit elmondok, hogy Luthernek ezek a távollétei nagyon értékesek, tehát az otthonról való távollétei nagyon értékesek számunkra, mert ekkor levelezik. És különösen a wartburgi magány, mert ekkor kizárólag levélben kommunikál. Ez azt jelenti, hogy minden gondolata gyakorlatilag ránk maradt. Az első hónap egyetlen, vagy a fő témája az ő fizikai rosszulléte. Tehát kiderül az, hogy székrekedése van. És a leveleiben részletesen írogat ugye Melanchtonnak és más wittenbergi barátainak mindig a napi eredményről beszámol. Ezekből a levelekből ugye szépen össze tudjuk rakni a képet. Az egyik az, hogy jó, a környezetváltozás az székrekedést okozott nála. A másik az, hogy ezt az egészet olyan biblikus képekben fogalmazza meg. Tehát Luther a Bibliával kelt és a Bibliával feküdt, és a gondolkodását áthatotta a Bibliának a nyelve és a Biblia képei, és ezekről a dolgokról is úgy beszél, mint üdvtörténeti eseményről, és amúgy is hajlamos volt rá, hogy a saját életének az eseményeit ilyen tágabb kontextusba, üdvtörténeti kontextusba helyezze, ami teológiailag teljesen rendben van.